Hát sziasztok, remélem lehet látni és hallani. Az RB Leipzig a Bundesliga első osztályának hátsó régiójába tartozó Augsburggal játszott a saját otthonában, és egy nagyon meggyőző 4-0-ás győzelmet aratott. De hát ugye engem annyira ez nem érdekel, azért azt hadd mondjam el, hogy Šeško személyében azért a Lipcse talált egy nagyon jó befejező csatárt, és mi magyarok azért nagyon nyugodtak lennénk, ha a válogatottban Varga Barna alternatívájaként mondjuk egy ilyen befejező csatárunk lenne, sőt jelen formáját tekintve valószínűleg Barna helyett játszana, és Barna lenne a kispadon, és akkor beugorva tudná segíteni a válogatottat. Nem is ragozom a dolgot, engem a magyar játékosok érdekelnek. Gulácsi rendkívül jól játszott szokás szerint, nem is kell mondanom. Olyannyira jól játszott, hogy egy 11-est is hárította az első félidő közepén, abban az időszakban, amikor bizony 2-0 után jelentősen visszavette a tempót a Lipcse, és az Augsburgnak kínálkoztak helyzeteit. Látjátok a támadás térképen, hogy voltak nekik komoly helyzeteik, de Gulácsi tartotta a 2-0-át, egyébként más védése is, jó védése is voltak, de ezt emelném ki, és hát a második félidőben aztán remek játékkal még kettőt rúgtak, és így megoldották a dolgot, ugye Simons és Openda rúgta a gólokat, de az Openda góljánál a Simons jelentősen közreműködött, aki meglepően jól játszott, mert én nem nagyon láttam jól játszani, az a Dávid Raum volt, ugye nem ő volt a legjobb, mert ugye a Xavi Simons meg a Šeško azért igencsak oda tette magát, de utánuk mindjárt Raum következett, én nem nagyon láttam, sőt azt kell mondjam nektek, hogy talán egyáltalán nem láttam még a Raumot ilyen jól játszani. Hát ez persze kellett egy nagyon gyenge ellenfél, ahol meglepő módon éppen a Schlotterbeck nevű játékos volt az, meg az a Giannulis féle oldal, bár éppen Giannulis jól játszott, de az az oldal ugye a Vargasszal, az nem volt különösebben kiemelkedő. Na de visszatérve a mi történetünkre, ellenben Vili Orbán szokás szerint tanári módon irányította a Lipcse védelmét, úgyhogy sok újat nem tudok azzal kapcsolatban mondani, hogy a Lipcse továbbra is ott van ugye a Bundesliga élén, és ott lohol tulajdonképpen a Bayern nyomában. Ha megnézzük azt, hogy milyen kevés gólt kaptak, 2 gólt kaptak eddig 5 meccsen, akkor azt kell mondjam nektek, hogy ez a Gulácsi Orbán tengely ez igen komolyan teljesít a Bundesligában, hiszen a Bundesligában 5 meccsen 2 gólt kapni, azelőtt mindenkorban leveszik a kalapot, talán a támadó fociban nem olyan jók, bár éppen most dolgoztak rá egy szép győzelemmel, úgyhogy 3 győzelem, 2 döntetlennel állnak, és még nincsen verességük, ahogy azt látjátok is ugye az összefoglalóban. Viszont még jobb híreket is tudok nektek mondani, hogyha be tudom hívni ugye magának a Lipcsének a SofaScore oldalát, legalábbis remélem, hogy bejön, igen, itt meg is van, itt ugyanúgy látjátok a táblázatot, most ezek az új hirdetések, ezeket ki is pakolom innen, és látjátok, hogy továbbra is meggyőző fölénnyel Gulácsi Péter a legjobb játékos, és bizony Vili Orbán is ott van. Tehát nekünk nagyon nagy büszkeség az, hogy a Lipcse 3 első játékosa közül 2 magyar, azt hiszem erre nagyon büszkének kell lennünk, és itt ha engedjetek meg egy kritikus mondatot, bár jellemző módon azok fogják ezt a videót megnézni, akik egyébként szeretik az én videóimat, és megnézik a Gulácsiról meg Orbáról szóló videómat. Megdöbbentő, nézzétek meg, hogy milyen kevesen nézik meg a Szoboszlai után 2 legjobb magyar játékosról szóló anyagaimat. Mert én minden alkalommal készítek róluk videót, hogy teljesítettek, hogy játszottak, és nagyjából a tizede, de van olyan, hogy a 20-a a Szoboszlairól készült videóimnak, ennek a videónak a nézettsége. Nem nagyon lepődöm meg, ahogy telnek az évek azért, sok mindent sejtek, ugye, hogy mikor, miért, mi történik, de itt azért talán azért nagyobb tiszteletet, nagyobb elismerést kellene, hogy kapjon ez a 2 játékos. No hát ennyit szerettem volna mondani, és nagyon szurkolok annak, hogy a Lipcse továbbra is ott legyen a Leverkusennel, a Dortmunddal és a Bayernnel a legeslegelején. Az nagyon meglepő, hogy a Heidenheim mennyire fönn van. Szerintem ők azért nem fognak ennyire fönn lenni a végén, de a lényeg nem ez, hanem az, hogy fantasztikus játékkal Gulácsiék legyőzték az Augsburgot, amelyik persze nem egy nagyon nagy csapat, és ebben magának Gulácsinak és Orbánnak is döntő szerepe volt. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál. Ha tetszett, nyomj egy
lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt található számlaszámon. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, hajrá Gulácsi Péter, hajrá Vili Orbán, a jó Isten áldjon meg mindenkit.